Én arra emlékszem majd szívesebben, amikor elsőben beléptem, és Edith néni kedvesen fogadott. A 4 év alatt az volt a legjobb, hogy békességben voltunk. Az volt a legjobb, hogy 4 év alatt mindig együtt voltunk. Amikor először beléptem az osztályterembe, akkor nagyon izgultam, hogy milyen lesz az én osztályfőnököm, de szerencsére nagyon jó, és nagyon szeretjük őt. Arra emlékszem a legszívesebben, amikor elsőben megnyertük a penis pályázatot, és cserébe rengeteg chipset vehettünk maguknak. Így jó, így szép, könnyű színre ülj tovább. Így jó, így szép, már csak emlékszem a legszívesebben, hogy első besakbábnak öltöztünk. Semmi baj, ne roncsol el, maradj mindig ugyanilyen. Így jó, így szép, ne nézz körül, csak repülj tovább. Az volt a legjobb, amikor Borsonban szerzett kis kutyának öltöztünk, és Edith néni volt szörnyella. Semmi baj, ne roncsol el, maradj mindig ugyanilyen. Így jó, így szép, ne nézz körül, csak repülj tovább. Így jó, így szép, bár csak tudnánk vigyázni rád. Amikor környezetúrán kitaláltam egy új állatot, a sertésmarhát, és Edith néni azt mondta, hogy rajzoljam le. Edith néni, tetszik tudni, mi az az ökológiai lábnyom? Nem? Akkor most elmagyarázom. Egy embernek az anyukája elnyomott egy embert ökológiának, annak vett egy cipőt, és annak volt egy lábnyoma. Az volt a legviccesebb, mikor Selletye Bence délután mindig előhagyta a toltartóját, és mi másnap eldugtuk, és Edith néni mindig azt mondta neki, hogy a takarító nénit kérdezze meg. Nekem a legkedvesebb emlékem, amikor Marcival minden szülőt beleértve Edith nénit is megszondáztattunk egy kártyapaklival. Az volt a legjobb élményem Edith nénivel, mikor mi tartottuk az olvasás órát, és kiabálhatunk Edith nénire. Nekem az volt a legjobb, amikor Edith néni április 1-én vicces matek dolgozatot iratott velünk, amiben benne volt az, hogy mi az a paralellepipedon. Nagyon vicces volt, amikor én tartottam az olvasás órát, és Edith néni megpróbált engem utánozni kisebb-nagyobb túlzásokkal. Bárcsak 5. is Edith néni lehetne az osztályfőnökünk. Az volt a legjobb, amikor matek órán a labdadobálást közben tanultuk a műveleteket. Én nagyon szomorú voltam azért, hogy sose adott matekból túl nehéz feladatot. Még mai napig nem értem, hogy Edith néni megengedte, hogy focizzunk az udvaron szünetebben, de nem engedte meg, hogy labdát levigyünk. Nekem az volt a legkedvesebb emlékem, amikor már nyertük a Szent Margit díjat, és Edith néni nagyon büszke volt ránk. Most van a legjobb idő arra, hogy megismerjük egymást, hogy egyszer majd szép legyen a múlt. Állj be közénk, mert itt a helyen.
az volt a legjobb, amikor voltunk a kassán, az adventi vásáron, meg a dinóparkban. Az volt a legjobb osztálykirándulás, mikor Debrecenben voltunk az Agora Tudományos Élményközpontban. Az volt a legjobb osztálykirándulás, amikor Debrecenben voltunk, és a visszafelé jövet IC-n voltunk. Nagyon szívesen emlékszem arra, amikor Edith minden megengedte, hogy én legyek a csoportvezető a Debreceni Nagy templomban. És Edith néni megkérdezte, hogy megtanítom-e fékezni, és meg is tanult. Nem nagyon szerettem a korcsolyát, de köszönöm Edith nének, hogy megtanított. Arra emlékszem a legszívesebben, mikor tavaly volt az osztálykirándulás, és Edith néni felköszöntött. Edith néni mindig megdicsért, ha a karate vizsgákon jól szerepeltem. Meg szeretném köszönni, hogy amikor évelején jöttem, nagyon sok mindenbe segített, hogy be tudjak illeszkedni. Felesébe bezártak a terembe, akkor az elején megijedtem, hogy mi lesz velem, hogy ott fogok éhen halni meg ilyennek, de azt segített megnyugtatni. Kedves Edith néni, köszönöm, hogy megtanított olvasni, és köszönöm a sok dicséretet, amit kaptam a 4 év alatt, és szeretném ezt meghálálni. Nagyon jól esett, hogy Edith néni bíztatott, és 5-öst kaptam a fogalmazásomra. Azt szerettem Edith néniben, hogy sok mindenre megtanított. Hogyha most Edith néni elhagy minket, most nagyon szívesen visszamennék elsőbe, hogy megint vele lehessek. Nagyon furcsa, amikor reggelente bejövök az osztályterembe, és nem Edith néni van itt bent. Jövőre pedig egyik reggelen sem ő lesz. Valami te.